Békésmegyei hármas számú választó körzetben dr. Dévényi Dabroszky Géza fogja képviselni pártunkat és méretteti meg magát. Csengeri Lajos a Jobbik gyulai elnöke mutatta be hétfő délután Dévényi Dabroszky Gézát, a párt országgyűlési képviselőjelöltjét a gyulai központú választókerületben. A Fürdővárosban ügyvédként dolgozó jelölt elmondta magáról, indult már korábban Dél-Békésben és Békéscsabán is, utóbbi helyen legutóbb gyulaiként a párt országos átlaga felett szerepelt. Számunkra, illetve a többiek számára elfogadhatatlan az, hogy a rendőrök vannak lent a határon, hiszen ez nem az ő feladatuk, hanem egy jól felfegyverzett, teljesen jól kiképzett határőrségnek lenne a feladata. Programjával kapcsolatban több területet említett, elsők között azt, hogy a határa nem rendőröket, hanem újra határőröket küldene a Jobbik. A legfontosabb sarokpontjai a programunknak az elszámoltatás kérdése, a elorzott nemzeti vagyon visszaszerzés és a bűnösök megbüntetése. Nagyon fontos kérdés a munkahelyet teremtés, a bérfelzárkóztatás, a fiatalok helybemaradásának a támogatása, az ipar és a munkahely teremtése, az egészségügy fejlesztése, hiszen gigaberuházásokkal nem oldódott meg az egészségügy helyzete. Dévényi Dabroszky Géza kiemelte, nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy rendezzék a megmaradt devizahitelesek helyzetét.